Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget. A mágneses viharok. Mi történne, ha... A 2012-es esztendő a NAFFOD aktivitás egyik csúcsidőszaka volt. Talán nem érdektelen eljátszani a gondolattal, hogy mi történne akkor, ha néhány nap kitörés a Földet venné célba. Vajon mekkora csapásokat bírna ki a Föld, mondjuk mágneses védőburka? Fel vagyunk-e készülve egy gigantikus, kozmikus viharra? Mennyiben változtatná meg a mindennapi életritmusunkat egy brutális, mágneses vihar? Reálisak-e a veszélyek? Kihalhat-e az emberiség? Közeledik az emberiség mágneses végzete? Spirituális források szerint 2002. december 31-én átrendeződött, új helyre került a Földet körülvevő mágneses erővonalrendszer. Földünket egy tudományos módszerekkel is mérhető mágneses köpeny veszi körül, amely egyebek mellett azért is felelős, hogy érzékeny organizmusunkat megvédje a kozmosz gyilkos sugárzásaitól. A mágneses vihar olyan, a Föld mágnesességre jellemző deklináció és inklináció, amely jóval meghaladja a szokásosnak mondható napi, kismértékű változásokat. Bizonyára a kedves hallgató is hallott már a sarki fény jelenségéről. Az tulajdonképpen egyfajta mágneses anomália, amikor a kozmoszból érkező részecskék beleütköznek a Föld mágneses burkába, és ott töltéseket hoznak létre. E színpompás jelenség azonban csalóka, mert azt mutatja meg, hogy egyfelől mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, másfelől azt, hogy mennyire vagyunk védettek. De mindent a Föld mágneses mezője sem bír ki. A mágneses vihar szerényebb, gyérebb hatásai eleinte csak a rádió vételben okozhatnak zavarokat, például elhalkulást. Fokozottabb mágnesesség esetén a távolsági vétel megszakadhat. Ezután az elektromos kábelekben és mérőberendezésekben keletkezhet kisebb-nagyobb kár, s akadozhat a tömegkommunikáció. Alkalmasint az áramszolgáltatás is. A tudósok azt állítják, hogy a mágneses vihar egyáltalán nem okoz változást az időjárásban. Ám de a mágneses viharokkal összefüggő napfolt tevékenység már annál inkább. A napfizikusok mérései szerint eddig soha nem tapasztalt viharok dúlnak a nap felszínén. Elképzelhetetlenül nagy mennyiségű anyagfelhőt lök ki magából a nap, és így indul útjára a több ezer kilométer per órás napszél, amely nem elhanyagolható hatással van azokra az égi objektumokra, amelyek az útjába kerülnek. A gázfelhő akár telibe is trafálhatja egyszer a Földet, s megküzdhet a bolygónk mágneses terével. Így keletkezhetnek a geomagnetikus szuperviharok. A műholdas rendszerek, a hírközlő, a navigációs és a felderítő szatelitek megbolondulhatnak, illetve tönkre mehetnek. Az elektromos hálózatok és az áramszolgáltatások összeomolhatnak a viszonylag nagy erejű töltött részecskéktől, a mobiltelefonokról már nem is beszélve. A legkiszolgáltatottabbak a világűrben tartózkodó asztronauták, de a repülőforgalmat is erősen korlátozhatja a részecskevihar. Az emberek körében pánik hangulat, félelem és egyéb lelki zavar alakulhat ki, amelyek manipulálhatják a gondolkodásunkat. A megszaporodó napkitörések fokozhatják a kríziseket, amelyek több balesetet eredményezhetnek és bűnözési hullámot indukálhatnak, gondolok itt betörésekre, lopásokra. Az emberek elkezdhetnek élelmiszereket és vizet betárazni, sőt, egyfajta migráció is elindulhat. Könnyen szükségállapotot rendelhetnek el az egyes kormányok. Mivel egész civilizációnk elektromos áramfüggő, ezért elképzelni sem tudjuk, hogy mennyiben változtatná meg az életritmusunkat néhány brutális napkitörés nyomán jelentkező mágneses vihar. Ha a kőkorszakban nem is repítenének vissza minket, de a lámpavilágítástól a háztartásban és a közlekedésben használatos eszközökig mindent nélkülöznünk kellene egy időre.
Gyakorlatilag az egész életünk levénulna. Jó hír, hogy a napkitörések nyomán fellépő napszél csak órákkal később éri el a Földet. Nagyjából ennyi idő áll rendelkezésre a felkészülésre, mert hogy a veszély elhárítása szóba sem jöhet. Sőt, a felkészülés is csak minimális lehet. S bár kihalásra nem kell számítanunk az előrejelzések szerint, azt sem lehet egyelőre megjósolni, hogy mikor és mekkora lesz egy-egy napkitörés, vagy kitörés sorozat. Tény azonban, hogy a napsorsától függ az emberiség jövője. Ebben semmi túlzás nincs. Ha a mágneses viharok hatásait vizsgáljuk, akkor a globális káosz egyik napról a másikra is kialakulhat. Bízzunk benne, hogy ilyen sötét jövőkép nincs megírva az emberiség számára. Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget.